Köszöntöm Önöket! Egy gyerek születése teljesen felforgatja a szülők addigi életét. Már a várakozás is tele van örömteli aggódással. De mi van akkor, ha egyszerre három gyerek érkezik a családba? Ma a nagyberegi hármasikrekhez látogatunk el. Tartsanak velünk! Gyerekes anyukával beszélgetünk, de a négy gyerekes anyuka mitől is különleges? Van nektek egy fiatok és három lányotok. Hogyan vagy te négy gyerekes anyuka? Az az igazság, hogy ugye van egy kisfiunk, Patrik, és szerettünk volna második gyermeket vállalni. Állott állapotba kerültem, elmentünk az orvoshoz, beregszázba, megnéztek ultrahangon, és mondták, hogy igen, kisbabánk lesz, nagyon örültünk neki. Aztán elmentünk még egyszer ultrahangra, akkor, ahogy mentünk befele beregszázba, a férjem megemlítette, hogy mi lenne, ha ikreink lennének. Én így hirtelen elmosolyodtam, mert nekem is van ikertestvérem, és olyan benne van a pakliban, én úgy gondoltam. És ahogy beértünk beregszázba, megcsinálták az ultrahangot, és akkor mondta az orvos, hogy bizony, itt ikrek lesznek. Egészségesek legyenek, az a legeslegfontosabb. Aztán abban az időben volt ez a H1N1 vírus, és én beteg lettem. És megelőzés szempontjából elmentünk Munkácsra, ott is csináltunk egy ultrahangot, és amikor bementünk az orvoshoz, kérdezte, mi a probléma, mondtuk, hogy náthás voltam, aztán inkább nézzük meg, hogy a babáknak nincsen semmi bajuk. És elhallgatott. És vett egy nagy levegőt, és hallgatott. És mondtam, hogy itt valami baj van. És mai napig tudom, ahogy feküdtem az ágyon, mellettem ült Zsolti, a férjem, és hallgat. És mondom neki, hogy valami probléma van. Nem. És megint egy csend. És utána mondta, hölgyem, itt nem két baba van, hanem három. És én így, ahogy ültem, három? Zsolti! És így, ahogy oldalra néztem, Zsoltinak eddig ért a szája az örömtől, és mondta, hogy nem csak Zsoltit, ketten hozták össze. És ez így történt. Ugye itt tudtuk meg, hogy hármasikrek lesznek, és rögtön csengettünk haza a kisfiunknak, mondtuk neki, hogy Patrik, itt nem két testvéred lesz, hanem három, és ő rögtön mondta, hogy három? Hát hogy lehet három anya, én két gólyának szóltam. És mondtam neki, hogy arra repült egy harmadik, és meghallotta, tehát három kis testvéred lesz. Mit szóltak a szülők? Ők nekik is olyan hihetetlen volt. Mondjuk mamám azt mondta, hogy olyan nincsen ultrahang, az nem tudja megmondani. Itt biztos nem három lesz, de ilyen nincsen. Hát ez nem hiszi. Anyukám még nagyon örültek neki, persze, természetesen. Mindenki azon volt, hogy egészségesek legyünk, és ez a legfontosabb. Mennyire volt problémás a szülésed? Szülés előtt egy héttel volt nehéz már annyira, hogy inkább a nagy teher, hogy nem bírtam a hasamat már vinni. Mi történik, amikor három babát kapsz egyszerre? Hogyan telik akár egy szülés utáni nap? Amikor meglettek a lányok, az biztos, hogy nagyon nehéz volt. Tényleg még volt olyan, aki egy gyerekkel császármetszés útján ugye ott voltak, vagy szültek, és nem bírtak úgy, mint én. Én felálltam, mert tudtam, hogy mennem kell, és tudtam, hogy tényleg vár az a három gyermek. Ugye Patrik itt hol volt, mert 2,5 hónapig ugye én Nyíregyházán feküdtem a kórházban, és ugye sok idő volt, de adott a jó Isten hozzá erőt. Három kislány egyszerre. Nem volt egy sok, amikor egyáltalán megtudtad? Ez olyan 4 hónapos korában derült ki, hogy milyen neműek lesznek a gyerekek. Elmentünk az orvoshoz, nézi az elsőt, mondja, hogy kislány. Nézegeti a másodikat, az is kislány. A harmadikra nem is mondta. Mondom, de a harmadikat nem tetszett mondani, hogy mégis milyen nemű. Hát, az is kislány lesz. Igazság szerint még akkor sem fogtuk fel, hogy mikor megszülettek, akkor, mikor már láttuk már, hogy van egy ágybaba, mikor leraktuk őket, hogy három kislány. Kellett idő, míg megszokja az ember. Ugye, ha Patrikot megemlítettük, ő volt a harmadik szülő, lehet mondani. Mert tényleg volt, segédkezett, ahon csak tudott. Hány éves volt ő akkor? Akkor 4,5 éves volt.
4,5 évesen? 4,5 éves, ha ott lehet mondani, hogy 4,5 évesen kisgyerekbű gyerekké vált, vagy már majdnem olyanok, hogy semmi komoz gyerek. Egyeket tette a gyerekeket, nagyon szerette őket etetni. Volt olyan, hogy vigyázott is rájuk, hogy lenessenek az ágyra, vagy ilyesmi. Hogy képzeljünk el egy fürdetést? De tudom, hogy egy gyereket milyen nehéz majd utána megetetni, de hogy mi van hárommal, azt hogyan osztottad be? Hát igen, ezt azért balanszírozni nagyon nehéz volt, mert én azt mondom, hogy ez volt a legeslegnehezebb, a fürdetés. Ha nem lett volna segítségünk, ugye hál' Istennek anyukám még itt laknak a szomszédban, anyósom is a másik faluban lakik, úgyhogy ő is nagyon sokat jött, és mindig itt voltak és segítettek, de azt tudtam, hogy azt egyedül nem tudom megcsinálni. A férjem az mindig segített, úgyhogy együtt oldottuk meg a fürdetést. Ahogy én öltöztettem, ő fürdette, aztán utána kivettük, anyukámék is segítettek, öltöztették. Egyedül azért nem lehetett, mert még kettőnek sem, mert rögtön kirúgták magukat, meg már akkor sírtak, utána jött az etetés, szóval mindent így sorba kellett láncban csinálni. Hogyan képzeljünk el később egy etetést ilyenkor? Hogyan képzeljünk? Nem tudom elképzelni. Mindegyiket külön etette valaki, volt ennyi segítséged, vagy próbáltad mindig úgy beosztani? Az etetésben is Patrik nagyon sokat segített. Ugye Zsolt is, de Zsolt is ugye dolgozott. Azért sokszor egyedül is voltam, de vannak különböző technikák, amivel ezt meg lehet oldani. Cumis üveget ugye kitámasztottam, és szépen tudtak enni. Vagy Patrik fogott kettőt, én egyet, vagy Zsolti kettőt, én egyet. A büfisztetésnél is kettőt egyszerre, Zsolti fogott egyet, vagy Zsolti kettőt egyszerre, én egyet, és utána a harmadikat. Hogy emlékszel vissza, amikor ide került a három tesó? Hát, amikor megjöttek, akkor néztem, hogy három, hát tényleg három, mind a három lány. Akartam volna egy fiút is, de most már nem bánom, mert nagyon jó, hogy három lány lett, mert ők is el lehet focizni, meg bármit. Te vagy a báty. Egy iskolába jártok? Igen. Mennyire kell őket védeni, vagy megvédeni? Hát, nem kell annyira őket, de mikor van valami, akkor csak szólnak nekem, azt segítek bármibe. Soha nem voltál féltékeny a testvéreidre? Nem. Szoktál nekik segíteni a tanulásban például? Szoktam, mikor szólnak, hogy gyere, Patri, segíts meg ebbe, mert nem tudom, hát akkor oda megyek és segítek nekik. Mi az, ami téged legjobban érdekel? A foci. Be tudod a tesóidat egy foci meccsre itthon vonzani? Hát persze, szólom nekik, hogy nem jössz a kicsit focizni. Utána meg azt csinálunk, amit ti akartok. Hát persze, eljönnek, utána meg azt csinálunk, amit ők akarnak. Mit jelent ilyenkor például, mit akarnak? Hát nem tudom, mondjuk unaúzni szoktak sokat. Azt akkor szólnak, hogy gyere, akkor unaúzni, ha most elmentem el focizni. Mennyire ébresztették például fel egymást? Valahogy nyugodt gyerekek voltak, én vagy már így visszagondolva. Én szerintem nem ébresztették fel egymást. Ha esetleg valakinek a foga fájt, vagy a hasa fájt, az persze, akkor inkább vele mentünk ki a másik szobába, hogy a többieket ne zavarjuk. Milyenek a lányok? Mennyire különböznek? Vagy különböznek-e? Teljesen különböznek, teljesen másak. Teodóránk, ő született legelőször, ő azért a komolyság, ő azért meggondolja, hogy kivel, hogy áll szóba, mikor már megismerte, akkor közelebb engedi az embert magához. Regina, ő harmadiknak született, ő tényleg, ő olyan kis életvidám. Petra pedig úgy látom, hogy nagyon igényli a szeretetet, jobban, mint a többiek. És Patrik is az a nagy szeretet, amit feléjük ad, meg áraszt, az egyszerűen elképesztő, és annyira bearanyozzák minden pillanatunkat és percünket. Nem volt féltékeny Patrik, hogy most csak a lányok, és csak körülöttük forog a világ?
Szerintem nem volt. Azért igyekeztünk Zsoltival úgy kezelni az egész helyzetet, hogy ne érezze azt, hogy ő el van hanyagolva, vagy akár mindenbe besegített. Ugye amikor a lányok megszülettek, akkor is úgy volt, hogy mivel három kislány, akkor kiadja a nevet. Patrik adta legelőször Teodórát. Úgy volt, hogy lesz akkor Dóra a neve, és mondtuk, hogy akkor hadd legyen Teodóra, Isten ajándéka. És akkor így jött Teodóra, aztán Petrát adtam én, Petrának a nevét, és Zsolti pedig a Reginát adta. Gyerekszoba vagy hálószoba? Hol voltak a gyerekek? Hát legelőször ugye egy légtérben aludtunk, szóval ahol nekünk volt hálószoba, oda volt berendezve a három kiságy. Patriknak külön szobája volt, ő hirtelen külön szobát kapott, azóta is önálló. A kislányok az előnk aludtak, utána, amikor előre megcsináltuk nekik a külön szobát, akkor próbáltuk volna oda szoktatni őket, de még mai napig is minden reggel úgy kerülök fel, hogy nem ketten alszunk a feleségemmel, vagy hárman, vagy négyen. Volt-e olyan, hogy ha a gyerek felsírt, akkor te ugrottál hamarabb? Az első időkben természetesen. Utána olyan megszokott lett. Én amúgy nagyon mélyen alva vagyok, nagyon ezen kerülök, a feleségem meg minden eszre. Szóval a szegény gyereknek nagyon kellett volna sírni ahhoz, hogy én felkerüljek. Feleségem az mielőtt megmozdult az ágyon, már hallotta, hogy nem úgy mozog, már fenn volt. Úgyhogy nekem nem volt időm felkerülni. Arra te emlékszel, hogy mikor volt az, amikor így egy teljes éjszakát át tudtatok aludni? Hát azt inkább egyes számban mondanám, mert én átaludtam sok éjszakát, de a feleségem mai napig. Hát meg tudnám számolni egy kezemben, hány éjszakát aludt át. Azt mondom, hogy külön program lányokkal, vagy a fiatokkal, vagy pedig mindig arra figyelsz, hogy mind a négy gyerek egyszerre. Igyekszünk mind a négy gyerek egyszerre, programot, közös programot, de általában, ha családosan megyünk, mindig igyekszünk maximálisan mind a hatan menni. Mivel különböző egyéniségek, különböző ruhákba is lehettek, vagy szeretted azt, hogy egyformán öltözködnek? Szeretem egyformába öltöztetni őket, szeretjük, amikor elmegyünk egy nagyobb rendezvényre. Az nekünk azért könnyebb, mert hamarabb észreveszünk, hogy hol vannak. Például, ahol több gyerekek vannak, és akkor ott van, akkor tudom, hogy 1-2-3. Eleinte nagyon nehéz volt, mikor még kisebbek voltak, nekem folyamatosan a szemem 1-2-3-4, 1-2-3-4, hol vannak, és kerestem őket. És az iskolába azért mennek, különböző ruhákba szoktak menni. Van, amikor egyformába, van, amikor különböző ruhákba, van, amikor csak a nadrág egyforma, vagy a felső. Mi van a tanulással? Egyformán jól tanulnak, vagy van, aki valamibe erősebb, valamibe gyengébb ugyanúgy? Például Teodóra az, aki nehezen tudja azt megemészteni, hogy nem ő a legelső sok mindenben. A tanulás szempontjából szerintem ő a legjobb. Teodóra, de Regina inkább szórakozottabb. Hogyha megtanulunk egy verset, akkor meg Petra a leghamarabb tanulja meg. Tudod, én azt mondom, hogy lehet azért, mert lányok, de nagyon sokat segítenek nekem. Például a ruhát, még Teodóra nagyon kicsi volt, az úgy bepárolta az oknit, hogy csak néztük. Ők nagyon sokat segítenek, akár az egyik inkább a konyhában, a másik kitakarít, a harmadik ruhát tűr. Szóval nagyon segítőkészek. Teodóránk az, aki mindig mamának megy el segíteni a kertbe. Hát ez meg az állatok körül nagyon-nagyon imádja és szereti. Általában mindig azt tartom előnyösnek, ha mindig dicsérünk. Nem nagyon szoktam mondani a kritikákat, ugyanúgy a férjem se. Ha tanulásról beszélünk, tudsz segíteni a gyerekeknek abban, illetve igénylik azt, hogy veled is tanuljanak, vagy csak anya, vagy csak apa, vagy mind a kettő? Most látom a súlyát annak, hogy nekem is mennyire be kell segíteni ebbe, hogy tanulni, mert egyszerűen a feleségem nem érkezik. Meg vannak olyan dolgok, amit lehet, hogy én jobban el tudok magyarázni, egy matematikát, azt szeretnek velem tanulni. A nyelveket, az olvasást, az ilyesmit, azt inkább a feleségem. És ezt hogy képzeljük ilyenkor? Mind a három gyerek, vagy mind a négy gyerek itt ül melletted, és itt tanultok? Vagy a három lányjal külön ti elvonultok is egyszerre, vagy mindegyik külön igényli azt, hogy tanulj velük? Hát a fiam hál' Istennek elérte azt, hogy csak ha valamit nagyon nem tud, akkor megkérdezi, hogy apa, mutasd meg, légy szíves, ezt nem tudom. A lányokkal külön, egyesével.
és azt akarjuk, hogy jó tudja ezt az egyesén mindegyiknek külön el kell magyarázni, mert egynek hiába magyarázom, másik kettő nem fog odafigyelni. Mikor indul egy nap nálatok? Én 5 órakor kelek, feleségem olyan 4-6 fele, és akkor ahogy érkeznek, amikor lányok is vérkönnek nekünk, te oda-oda, meg Patrik nagyon korán lefekszik, korán is kell. Reginát úgy kell kihúzni az ágyból, hogy tudjuk, hogy az utolsó Petrának meg mikor milyen kedve van. Na először is mindenkitől kérek egy bemutatkozást. Teodóra. Teod Regina. Teod Petra. Milyen hárma sikernek lenni? Nekem jó érzés, nagyon. Na mi az, amit szerettek nagyon csinálni? Görkocsorázni. Biciklizni. Meg rajzolni. Unózni. És rajzolni. Szoktatok irigyek lenni a másikra? Ritkán. Volt olyan, hogy egyikőtök valamit kapott ajándékba, és a másik azt elkérte tőle? Vagy mindig egyformát szoktatok kapni? Mindig egyformán, és mindig elosszuk együtt. Az mit jelent? Csokin is osztoztok? Játékon is osztoztok? Igen. Igen. Mi az, amit szerettek például, ha ételre gondolok? Én szeretem a milánói makaronit. Krumplileves. Krumplileves. Iskolába vannak-e barátnőitek? Mindenkinek más-más, és mindenkinek még egyforma is. Ki a legjobb barátnőtök? Szofi. Szofi és Anna. Szofi és Antónia és Anna. Meg még Máté Petra is. Egyforma táskátok van például? Igen. Igen. És nem is vágytatok volna soha, hogy valami különböző legyen? Más osztályban volt. Különböző? Igen. És tolltartó is? Minden egyforma? Igen. Nem. Szoktatok veszekedni egymással? Igen. Min szoktatok összeveszni? Mondjuk más színű elefántunk, hogy nekem most rózsaszín, nekik még most csak szürke. Van olyan, hogy különböző dolgokat szerettek játszani? Van. 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 És te mit szeretsz a legjobban játszani? Unót. Biciklizni. Görkori. A tanítónéni szokott titeket hasonlítgatni egymáshoz, hogy bezzeg, Teodórának jobban megy, akkor te miért nem igyekszel? Szokott titeket hasonlítgatni? Igen. És mi az, ami legjobban megy nektek? Nekem a matek. Nekem is. Nekem is. Neked is a matek? Mindenkinek a matek? Nekem még az olaszás is, meg az ukrán. És mi az, amit legjobban szerettek ezek közül? Én a mateket. Nagyon. Ukrán. Matek. Matek. És szoktatok segíteni egymásnak? Igen. Voltak? Leírtátok egymás mellett helyett a házi feladatot? Igen. Petrának már volt olyan. Hogy? Hogy betöltöttette oda órán a fiúját. Na mert nem tudja anya megkülönböztetni azt, hogy ti hogyan írtok? Vagy egyformán is írtok? Nem. És anya nem vette észre, hogy kitöltötte a naplóját? Nem. Hát akkor hogy? Megpróbáltál úgy írni, ahogy ő? És tényleg nem vette anya észre? Nem. És a tanítónéni? Tanítónéni, igen. Volt már valamikor olyan, hogy valamelyikőtök beteg volt, és a másik kettő meg ápolta, vagy mindig egyszerre szoktatok betegek lenni? Olyan is volt, hogy Teodóra nagyon lázas volt, mi sírtunk, hogy gyógyuljunk meg. Igen. Meg amikor a Petrának fagy... És vizes kendőt hoztunk a fagyére. Meg amikor Petrának fájt a füle, mi is sírtunk Teodórával. Szokott hiányozni a másik? Igen. Mindig? Igen. Mi van a mesékkel? Kinek mi a kedvence? Egyformán szeretitek a mesék, mondjuk én egy szombat reggelre gondolok, ha mondjuk nézitek a tévét. És van olyan, hogy az egyik valami mást akar nézni?
Van. Patrik mindig másat akar, és mi is azt mondjuk, hogy nem másat. Tehát ti hárman egyfélét akartok, és Patrik akarja a másikat? Igen. Ő mindig a focit nézi, azt mondjuk, hogy tedd rá a Nickeled amorra. Igen. És ti meg hárman mindig ugyanazt akarjátok nézni. Nem volt soha vita köztetek, hogy valami mást nézdél? Nem. Mennyire szeretitek egymást? Nagyon. 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 No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin. El tudtok valamikor kettesbe menni valahová? Hát a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületén tényleg tagjai vagyunk, immáron 6. éve, és ott van egy olyan, hogy házaspárok hétvégéje, és akkor csak kettesbe. Most második alkalom volt, hogy sikerült kettesbe elmennünk 3 napra. És ilyenkor nincs ez a kísértés benned, hogy gyorsan felhívni, hogy mi van velük? Mindig nem felhívom. Csak kísértés van fel, és hívja, úgyhogy... Mindig felhívom. Akkor nyugszik csak meg, nem tud megnyugodni. Ilyenkor nagyszülőkre itt tudjátok hagyni? Igen, általában osztjuk őket, mert 2 anyukámmal, mamáikkal, a másik 2 meg anyósoméknál átmegyen. Belevágnál még egyszer egy hármas sikerbe? Most ha azt mondod, hogy ilyen észre gondolkodnák, mikor még csak Patrik van, és hogy vállalnánk el, ha tudnám, hogy 3-asikrek, akkor azt mondom, hogy igen. Ez egy nagy áldás. De nem tervezünk több gyermeket. Minden pillanat és perc egy áldás, és tényleg annyira bearanyozzák az életünket, mert mikor hazajövünk, tényleg úgy van, hogy egész nap azért rohanunk, szaladunk, és amikor beérünk ide a házba, elég egy ölelés, egy puszi, és kész. Csodálatos dolog egy kisbaba révén szülővé válni. Ennél már csak a tripla gyermekáldás csodálatosabb. Szerencsés, akinek ilyen élményben lehet része, mert lehet, hogy rengeteg nehézséggel jár, de mindig van, ami bőven kárpótol. Tripla nevetés, mosolyok, ölelések, és igen, tripla szeretet. Köszönjük a mai megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is. A viszontlátásra!